800 nap alatt a Föld körül a Digitális Tudásközpontban címmel hirdette meg a központ az első középiskolásoknak szóló versenyét. A robotnak az első szakaszon 5 darab lufit kellett kidurrantania, majd kővel borított emelkedőn kellett feljutnia egy előre meghatározott pontig. Az utasítást és a pálya alaprajzát előre megkapták a diákok a sikeres felkészülés érdekében. A csapatok Debrecenből és Nyíregyházáról érkeztek a megmérettetésre. Törekszem arra, hogy mindig legyen valami megújulás benne, mindig más legyen a pálya, az előzőekhez csak részben hasonlítson, és olyan feladatok legyenek benne, amit tudok, hogy meg lehet valósítani robottal. Mindig van benne néhány könnyebb feladat, de mindig van benne olyan feladat is, ami eldönti azt, hogy ki fogja megnyerni a versenyt, mert nehéz megoldani, de ha rájönnek a trükkre, akár a felkészítők, akár a versenyző csapatok, akkor viszont ott olyan értékes pontokat szerezhetnek, amely eldöntheti a versenynek a kimenetelét. A Digitális Tudásközpont fő célja, hogy segítse a pályaorientációt az informatikával és a digitális tudást igénylő szakmákkal kapcsolatban. Emellett támogatást nyújt a robotika, valamint a 3D tervezés és nyomtatás, illetve az alkotó pedagógia iránt érdeklődő gyerekeknek. A debreceni Dóczi gimnáziumból érkeztünk hárman. Felkészülésre lassan 3 éve csináljuk ezt az egészet. Erre a versenyre pedig kb. Egy hónapra gyakorlunk. A Digitális Tudásközpont délutánonként előzetes regisztráció után várja az érdeklődőket, akik szakkör keretében felnőtt irányításával és segítségével tölthetik tartalmasan az idejüket. Az intézmény fogadja az iskolai csoportok jelentkezését is. Itt a Digitális Tudásközpontban már a működésünk kezdete óta szerveztünk versenyeket, de eddig az első két alkalommal az általános iskola felső tagozatos diákjai nevezhettek be, és most első alkalommal a kiírás szerint a 9.-12. évfolyam tanulói számára írtuk ki ezt a versenyt. Az oktatók minden korosztályt szeretettel fogadnak a Digitális Tudásközpontban. Nemrég elindultak a Tudatos Internet Használat Szépkorúaknak nevű foglalkozások, melyekre nyíregyházi nyugdíjasok jelentkezését várják. 3 alkalomból állnak ezek, és az idősebb generációnak segítenek a számítógép és az internet világában való eligazodásban. Az eddigi tapasztalatok alapján a szépkorúak nagy örömmel fogadják és élvezik ezt a lehetőséget.